Az Eger Sikeréért Egyesület alapvető célja, hogy olyan egrieket ismertessenek meg és állítsanak nekik méltó emléket az utókor számára, akik ismertítették városunkat, ilyen például az Egri csillagok sétánya. Mindemellett azonban fontos szerepűt az Egyesületnél olyan célok megvalósításának is, melyek a hátrányos helyzetben élők és a segítő intézményeik számára próbálják elviselhetőbbé tenni a szürke hétköznapokat. Ilyen támogatott intézmény az Egri Gyermekotthon és az ott lakó fiatalok is, akiket legutóbb cirkuszba juttattak el, ma pedig a Tiszatavi Ökocentrumba látogathatnak el az Eger Sikerért Egyesület támogatásával. Honfi Gábor az Egyesület elnöke reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ezzel a lehetőséggel maradandó emlékeket tudnak adni a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az Eger Sikerért Egyesületnek alapvető célja, hogy ismertté tegye azokat, akik Egert ismertté tették, de emellett olyan célokat is magunk elé tűztünk, hogy segítsük azokat, akik hátrányos helyzetben vannak. Vannak, akik fokozottan hátrányos helyzetben. Ilyen az egyik a gyermekotthon, akiket legutóbb cirkuszban szórakoztattunk, juttattunk el, és tudtak örülni azoknak az élményeknek, amelyeket ott szereztek. Ma pedig a Poroszlói Ökocentrumba visszük el őket, amely a megyének egyik nevezetessége, és ők is részesülnek abban az élményben, amiben nagyon sok ember nap mint nap részesülhet. Bízom benne, hogy a mai nap az időjárás segítségével és azoknak a támogatóknak is a segítségével, akik ebben részt vettek, és összefogta az Eger Sikeréért Egyesület, a mai napon egy maradandó élményt tudunk adni.